Üdvözlöm a nézőket, Szegedről, Lakner Zoltán vagyok. Vendégeimmel két hetente nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk, kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírözön alapzaja közepette, igazán oda kellene figyelnünk. De mielőtt bemutatnám mai vendégemet, kérem iratkozzanak fel a Szeged Televízió YouTube csatornájára, ehhez a videó alatt látható feliratkozás gombot, utána a kis csengőt kell megnyomni, így nem maradnak le frissen megjelenő tartalmainkról. Facebookos nézőinket pedig arra kérem, hogy a követem gomb megnyomásával tartsák velünk a kapcsolatot. Legyünk minél többen. Most nézzünk bele, miről lesz szó a mai műsorban. Ez szokott az ironikus vagy szarkasztikus reményem lenni, hogy a legnagyobb diktátor sem birtokolja szó szerint a nyelvet, tehát nem az ő fejéből pattan ki, nem ő diktálja, a legagyon támogatottabb, lásd a NER propaganda gépezet sem tudja egyoldalúan szó szerint diktálni a jelentést. Az, hogy mikor, hol feslik fel a szövet, és a többféle jelentésháló hogy ütközik össze, azt nem tudom megmondani, azt pont emiatt a relációs viszony miatt nem tudom megmondani, de azt át tudom gondolni, hogy merre felé lenne érdemes menni, és feszegetni ezt a hálót, amiben én úgy érzem, hogy bele vagyunk gabajodva, és én nagyon sokszor úgy érzem, hogy megfolyt engem, nem, ezt nem lehet bírni. Ha másra nem gondolok, csak arra, hogy hogyan változtatja a kormányzat az, hogy milyen tudományos területeket ismer el legitimnek, és miket fog anyagilag támogatni, és milyen pályázatokat, akármilyen klasszul megírod, és egy másik társadalmi térben esetleg azt ott nagyon jó pályázatnak tekintenék, itt meg nem fogadják el, vagy ki az, aki egyszerűen csak feláll, és elkezd egy előadást, és nem azzal kell kezdeni az előadást, hogy egy kicsit önigazolja magát, hogy amit én itt mondok, az egyébként tudományos okfejtés lesz, és létszi, figyeljél rám, és nyisd ki a füled, legyen rá hallásod. Nem biztos, hogy ezt a falat például olyan nagyon könnyű lenne áttörni. Szegeden díjat alapítottak a társadalmi nemek kutatásával foglalkozó szakemberek elismerésére, amit Kafka Margitról neveztek el. Ám magát a kutatási területet egyáltalán nem a békés munkás hétköznapjai, hanem a körülötte zajló politikai viták miatt szokták megidézni a közbeszédben. Kinek jó, hogy egy tudományterületből csatateret csinál a politika, és közben viszont mi mindent tanulhatnánk saját magunkról nagyon széles és széles kutatási terület eredményei révén. Erről beszélgetünk Barát Erzsébet nyelvésszel, genderkutatóval, egyetemi docenssel, a Szegedi Tudományegyetem és a CEU oktatójával, a Kafka díj egyik ötletadójával. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy meghívtál. És nem tudom, mennyire figyelted, már bocsánat, udvariatlan módon a saját felvezetőmre fogok hivatkozni, szóval volt egy pont, amikor gondolkoztam, hogy genderkutatást írjak, vagy társadalmi nemet írjak az elnevezés kapcsán. Én tudom, hogy a közbeszédben már eleve viták zajlanak, tehát nem mindegy, hogy valaki mit mond, amikor politikusként megszólal, ugye ez egy nagyon átpolitizált, és erről fogunk majd talán legtöbbet beszélgetni terület, gendert mond, gendert mond, társadalmi nevet mond, és eleve talán az hasznos dolog, ha törekszünk arra, hogy hívjunk valamit magyarul, ha van magyar elnevezése, de nem vagyok biztos benne, hogy teljesen lefedi, tehát mondjuk a társadalmi nemek kutatása a genderkutatást, illetve hogy amikor te magadat definiálod, identifikálod, akkor te mit mondasz, vagy mennyire tudod te elkerülni azt, hogy ne eleve egy ilyen politikai térbe csúszszál bele, hanem hát, hogy egy tudósként, egy kutatóként tudjál megnyilvánulni. Ez jó indító kérdés. Először is egyiket sem használom. Ez egy felpás válasz, jó. Igen, hanem úgy szeretem magam definiálni, ami a tudomány területen belül okoz inkább nagyobb meghőkölést, hogy én egy feminista nyelvész vagyok, aki a nyelvhasználat és a hatalmi viszonyok kapcsolatát tanulmányozza, és arra kíváncsi, hogy a társadalmi erőtérben az egyes fogalmak milyen jelentéssel telítődnek,
és hogy azok mennyiben szolgálják, vagy kezdik ki a fennálló erőviszonyokat. Tehát bizonyos értelemben ideológia kutatással foglalkozom. Milyen kérdést teszel föl, mint kutató, mondjuk ebben ilyenkor? A témában? Igen. Hát az a legáltalánosabb kérdés az mindig az, hogy egy adott jelentés, amit szükségképpen automatikusnak tekintünk, az mennyiben ezzel az automatizmussal mennyiben erősíti meg mindazt, amit mi a józan ész szerinti jelentésének gondolunk egy adott szónak, viszont ez a józan ész milyen nézőpontból fogalmazódik meg, közvetve kinek az esélyeit fogalmazza meg, láttatja magától értetődőnek, adott esetben, ha nem is kedvelem, de megváltoztathatatlannak, tehát a értelmetlennek minden arra irányuló energiát, hogy ezt megváltoztassuk, avagy fogalmazódik-e meg olyan nézőpontból, ami inkább fölforgatja, megkérdőjelezi ezt a szükségszerűnek gondolt jelentést, és ezzel együtt akkor azt a világrendet, amiben ez működik, amiben rutinszerűen használjuk. Ugye, amit te vagy ti kutattok, azért sok-sok tudós foglalkozik ezzel a világban, ugye az tulajdonképpen abból indul ki, hogy ami körülöttünk van, ami megszokott, ami magától értetődő, az valamilyen konstrukciónak a része, valamilyen társadalmi közmegegyezés, amely közmegegyezés nem feltétlenül eredmény, ami nem feltétlenül, sőt biztosan nem, egyenlő felek között jött létre, és természetesnek vesszük, de hát közben az emberi viszonyokból adódik, és hogy ez a kutatási terület tulajdonképpen ezekre kérdez rá, hogy ezek a viszonyok miért olyanok, amilyenek. Így van. Most, amit mondtál, például nekem az jutott eszembe, hogy a családfő kifejezés, igen, az például tipikusan ilyen, nem? Hogy, abszolút. Tehát a férfi családfő, tehát egy férfi értünk alatta. Hát nem is kell mondanod, pontosan erről szó például, hogy ha azt mondod, hogy családfő, és megkérnél egy, nem tudom én, az egészen bárkit, jól működik, nem tudom, egy 8 éves gyereket, hogy rajzoljon egy családfőt, akkor például nagy valószínűséggel egy férfi figurát fog rajzolni, de már itt is elgondolkodom egyébként, hogy amit mi most konvencionálisan férfinek gondolunk, tehát egy olyan figurát fog rajzolni, és nem pedig egy nő figurát. Vagy nem akarok nagyon blaszfémikus lenni, rögtön a beszélgetés elején, de hát azt hiszem, hogy a vallások legtöbbében, amikor még egy nem nélküli istenre gondolunk, akkor is általában a férfiként ábrázolják. Abszolút, abszolút. Tehát minden, ami egy viszonyrendszerben relatív előnyökkel jár, és ebben az értelemben hatalommal, mert a döntéshozásban jobban halljuk az ő hangját, mint azért, aki kevésbé van így pozícionálva. Ezzel a hatalmi pozícióval általában férfinak értelmezett embereket asszociálunk, és nem nőket. Abszolút. Hogy is mondjam, szóval hányszor bélyegzik ezt a fajta rákérdezést férfi ellenességnek, vagy hát felforgató tevékenységnek? Rutinból, főleg rutinból most, amikor azt tetszett, hogy azt mondta, hogy ez egy csatatér tényleg az, nem én kértem, hogy másszom bele a pártpolitika. Egyébként a politikával nincs bajom, sőt, azért is definiálom úgy magam, hogy én egy feminista kutató lennék. Így van, de a pártpolitikai csatározások miatt ez megkerülhetetlen, és akkor ezt úgy bélyegzik meg, hogy ez egy férfi gyűlölő pozíció. Tehát a legjobb védekezés a támadás, mondhatnám, ez az a stratégia. Ugye csak ez azért lényeges, mert szóval aki... Ezt nem biztos, hogy akik minket néznek, vagy követnek, nem is, remélem is, hogy nem is mind egyetemi emberek, és mind tudósok, szóval remélem, hogy ennél sokkal színesebb, meg szélesebb a közönség. Tehát ugye egy tudós az kérdésekkel, érvekkel, tényekkel dolgozik, vitákban működik a tudomány, ugye az a dolgod, hogy olyan kérdéseket tegyél fel, amit talán korábban nem tettek fel, amelyekre bizonyítékokat gyűjtesz,
érvelsz, és tudsz ellenérvelni másoknak a véleményére. A politika világa azért nem teljesen ez, ott is szokás érvelni, de hát ott azért döntően az a fontos, hogy a saját narratívámat egyedülvalóként és egyedül hitelesként jelenítsem meg, és hogyha így elkezditek, majd erről is beszélsz, és ez mióta tart, tehát hogy ezeket az alapvetőnek tűnő, megszokott, dekonstruált viszonyokat megkérdőjelezni, tehát kvázi téglákat vertek ki a falból, akkor ugye találkoztok azzal az ellenállással, hogy hát a normalitásnak a védelmezői egyszer csak megjelennek. Igen, de azt gondolom, hogy azon már túl vagyunk, hogy azt képzelhetnéd, hogy ez a fajta magatartás elsősorban a magát tudománynak gondoló téren kívülről érkezne. Ez benne van a tudományos térben is, nem is kicsit, nagyon, mert amikor a mesterszakot, a társadalmi nemek tudománya mesterszakot a kormányzat szent meggyőződésem szerint, tudnék mellette érvelni, és még jogi szempontból is, hogy miért alkotmánysértő módon eltörölte, erre nincs felhatalmazva a kormány, még rendkívüli állapotban sem. Most talán nem is volt, ez 2017. Igen, így van, tehát még most sem tehetné meg, tehát akkor még ez nem is volt, így van. Akkor megpróbáltunk velünk rokon szenvező kollégákat magunk mellé állítani, hogy szülessen meg egy tiltakozó nyilatkozat. És nem pontosan nem azért, mert hogy ez szigorúan csak rólunk szól, és akkor, hogyha kihúztuk a dolog méregfogát, akkor majd itt rend és normalitás lesz, hanem azt belátni, hogy az egyetlen tudományos közösségnek sem jó, hogyha a mindenkori hatalmi gépezet így tud benyomulni, és így tudja megfosztani attól a tértől, ahol szabadon tudjon rákérdezni dolgokra, bármi is érdekelje őt. És ez nem sikerült. Ez a témának szólt, vagy ez a, hogy is mondjam, ez a egyetemi közösség állapotáról szólt, tehát akárkivel megtörténhetett volna? Hogy bármilyen tudományterülettel? Igen, és hogy akkor még nem. Azt gondolom, hogy akkor még nem. És hogy a szolidaritás nem érkezik. Akkor még nem. Mondjuk akkor a filozófusok elleni fellépés az egész korán 2010-ben megtörtént. És azt hiszem, tehát van benne, tehát nem csak azért kérdezte, azért mondtam, hogy akkor még inkább a tudományterületnek is szólt, hogy de ez nem itt áll meg, hanem ez az érvelés, ez ezen túl megy, mert hogy ez egy olyan vállalható veszteség cserébe azért, hogy akkor majd békén hagynak bennünket. És azt gondolom, hogy a filozófusok kapcsán is ugyanez történt, hogy ez vállalható veszteség, mert majd utána békén hagynak bennünket. És ez egyáltalán nem így működik, és például ez személy szerint nekem ez volt az egyik legerősebb érvem, hogy ez nem állít meg, ennek van egy logikája, és hogyha egy ponton túl, mert minden társadalmi gyakorlat messze túlnő a konkrét egyéneken, akik azt művelik, akkor annak igenis van saját törvényszerűsége, van saját ereje, ami túl fog bennünket lendíteni mindenféle ilyen ponton, ha akarjuk. Ha táplálod az agresszió logikáját, abszolút. Tehát az a következtetés vonódik le belőle a másik oldal, hogy ezt is meg lehet tenni, és akkor legközelebb még többet. Még csak nem is azt, ezzel azt is mondom, hogy és ehhez nem is csak, ez nem csak arról szól, hogy tudatos belátás. Mert hogy egyébként egy kicsit visszamászok a nyelvhasználathoz, az én egyik legfontosabb misszióm, ha úgy tetszik, hogy azt is értsük meg, hogy a nyelvhasználat is egy közösségi produktum, és annak is van egy relatív saját logikája, az is egy strukturális elem, az is szerveződik, és nem pedig valamin kívül van, és akkor mindig csak beszélünk arról a valamiről, amin ez kívül van. Tehát nem ennyire kívülről vezérelt csak az, hogy mi hogyan beszélünk. Akkor, tehát én azért mondom, hogy engem az ideológia úgy érdekel, hogy hogyan ágyazódik be hatalmi viszonyokban. Még akkor a nyelvhasználatnál maradva, az célja mondjuk
a te tudományodnak, vagy akár a te tudományos tevékenységednek, hogy az valamilyen módon megváltozzon? Abszolút. Tehát, hogy mondjuk megalázó jelzők, ugye ez a politikai korrektség kérdése, amit sokan eleve csak akkor emlegetnek, amikor úgymond túlzásba viszik, hozzáteszem, nem tudom, hogy pontosan mi ebben a túlzás, tehát, hogy nem szabad dehonestáló kifejezéseket alkalmazni másokra, mert az őket bánt, hogy az engem miben sért, elveszik tőlem a mások dehonestálásának a jogát voltak éppen, és lehet ezt egy ilyen felülről jövő diktátumként megélni, de közben a sérelem mértéke az talán egészen eltérő, tehát az, hogy nekem oda kell figyelnem az, hogy kit milyen kifejezéssel, jelzővel illeteg, az azért, hogy mondjam, egy kisebb nehézség, mint az, hogy valaki egy társadalmi közegben eleve egy alacsony grádicsra van állítva már pusztán a megnevezéstől. Szóval, hogy az cél, hogy ez változzon? Abszolút, abszolút. És azt is mondanám, hogy egyszerre van kétféle érték, amit tudni kellene működtetni. Van az egyik ugye a véleményszabadság, aminek a jegyében, vagy erre hivatkozva szoktak mindenféle nyelvhasználattal kapcsolatos szabályozást megkérdőjelezni. Ez a gyűlöletbeszéd vita általában igen, igen, így van. És a másik oldalon meg ott van az is, hogy ugyanakkor mindenkinek joga van a méltósághoz. Hogy annak ismerjék el, ami, és emiatt nem érheti hátrányos megkülönböztetés. És ezt a kettőt együtt kell tudni működtetni. És azt gondolom, hogy nagyon könnyen és boldogan felejtik azt el, hogy ott van a méltósághoz való jog is. És általában azt szokták mondani a legszofisztikáltabb közegben is, hogy de hát a gyűlöletbeszéd, az ugye csak beszéd valamiről, de annak nincsen a szó semmilyen értelmében anyagi természete. Én meg azt szoktam mondani, amit te is próbáltál ezzel a hova állítunk be valakit, hogy az, hogy kiről hogyan beszélünk, és hogy az mit enged meg neki, és mit nem, odafigyelnek-e rá, vagy nem, ha eme megnevezés után megszólal, és mekkora súlya van annak, amit mondani szeretne, vagy nem, az nagyon is az anyagi következménye, az anyagi természetű következménye annak, hogy hogyan lett megnevezve. Vagy azt is mondhatnám, hogyha én úgy gondolkodom, hogy én egy olyan helyzetben vagyok most, ahol bármit megengedhetek X-szel szemben, akkor azt meg is fogom tenni. És az, hogy én hogyan gondolkodom, az igenis beépül abba, amit teszek, és az viszont már nagyon is tevőlegesen alakítja azt a világot, amiben azután ott mozgunk, vagy megpróbálunk bármit is tenni. Tehát, hogy ezek nem lehet őket feketén-fehéren élesen szétválasztani, hanem egymásra hatnak. Valami olyasmikről beszélünk most itt, hogy mondjuk ha arra gondolunk, hogy a közbeszéd nyelvében a politikai ellenfelek elkezdik egymást parazitákhoz, különböző állatokhoz, vírusokhoz hasonlítani, ez például egy olyan dehonestáló kifejezéstömeg, ami ugye azért többről szól, mint hogy sértegetjük egymást, az előfordul, hogy mondjam, a legjobb családban is előfordul, igen, hanem ez arról szól, hogy eleve egy alacsonyabb rendűnek állítom be a másikat. Hiteltelenítem. Hiteltelenítem, és onnantól kezdve ugye a vélt igazságaink melletti érvelés is egy más szintre helyeződik, hiszen egy eleve hiteltelen szereplőről szólnak az én szavaim, és az ő szavai is máshogyan jönnek. Ráadásul, ha mondjuk ezt társadalmi kisebbségekkel, többségekkel, a nők például nem egy kisebbség, kapcsolatban jelennek meg ilyen kifejezések, akkor ugye ez mégiscsak egy szóbeli kirekesztés, ami megvalósul. Nem csak szóbeli, hanem ennek nyomán mindenhonnan kiszorulsz. És ráadásul úgy folytatnám még tovább azt a gondolatmenetet, mert nekem még az is hozzátartozik, hogy és akkor, hogyha én őt
nálam kevesebbnek tudom látni, akkor az pláne, hogyha ellenségnek tudom látni, akkor legitimizálva van minden, amit ellen elkövetek. Tehát ez nem áll ott meg, ez nem öncélú, hanem akkor ugye az teljesen rendben van, hogyha nem az ellenfelemként kezdek el hozzá viszonyulni, hanem az ellenségemként. Akkor tulajdonképpen kötelességem is minden eszközbe. Abszolút, megvédeni mindazokat, akikre hivatkozom, és mindazokat, akiktől elvárom, hogy az én pozíciómmal, az én értékrendemmel, az én álláspontommal azonosuljon ott. És akkor. Sok egyéb mellett filozófus meg alkotmányjogász sem vagyok, de azért azt tudom, olvasok azért ezzel kapcsolatos irodalmat, hogy csak mert a méltóság és a véleménynyilvánítási szabadság kapcsán ez azért fölmerül, hogy hát az emberi élethez való jognak, ugye számos érvelés szerint része a méltósággal élt életnek a joga, és amikor a szabadság sérelmek mértéket tesszük mérlegre, akkor azért az egy ilyen eldöntendő kérdés, hogy a nevekkel illetés szabadsága erősebb, vagy az, hogy valakinek a méltón élt élethez van-e szabadsága. Tehát, hogy ezek azért nem olyan értelemben elvont viták, hogy eldönthetetlenek, tehát mondjuk alkotmány, ahol éppen van egy rendes alkotmánybíróság, ott például a viták erről szólnak, hogy hogyan rangsorolják ezeket a szabadságokat, hogyan rangsorolják ezeket az értékeket, és ennek alapján hogyan adják meg az alapját annak, hogy milyen szabályokat kellene hozni egy társadalomban. Az a probléma, hogy rangsorolják. Én ugye azt próbáltam mondani, hogy például az amerikai alkotmányban, hogy teljesen mindegy, hogy időrendben kettő, mert ez mindkettő kiegészítése az eredeti alapszövegnek, teljesen mindegy, hogy a szólásszabadság az időben előbb volt, mint a méltósághoz való jog, de abban a pillanatban, hogy ez bekerül kiegészítésként, onnantól kezdve ezeknek elvileg egyenrangúnak kell lenniük. Tehát onnan, ha elkezd rangsorolni egy adott jogalkotó, vagy egy bíró, hogy akkor mégis melyik a fontosabb, hát akkor az van. Kell. Hát, és azt gondolom, hogy a méltóság kellene, hogy a korlátja legyen a szólás szabadságra. Én erre gondoltam rangsorolásként. Ja, jó, az, nekem az így horizontális. Én erre gondoltam, tehát nem a kronológikus sorrendben gondoltam. Az egyik a másikat kell, hogy tudja korlátozni. Azért kérdeztem rá, nagyon fontos módon, hogy van-e ebben a tudományos tevékenységben változtatási szándék. Számomra ez nagyon tiszteletre méltó, hogy van, de ez azért fölveti azt a kérdést is, hogy hol húzódik a tudomány határa. Tehát ha azt mondod, hogy feminista nyelvész vagy, én azt gondolom, hogy egy tudósnak lehetnek értékei, most nagyon-nagyon távoli párhuzamként azt mondom, egy politikai elemzőnek is lehetnek értékei, és ettől még, ha ezt egyrészt világossá teszi, átlátható a tevékenysége ebből a szempontból, attól még nagyon szigorú szakmai szabályokat érvényesít természetesen, tehát az érvelés, a hivatkozás, mindenféle olyan dolog, amit egy tudóstól elvárunk, attól ez még működik, de hogy ez azért talán mégiscsak önmagában egy vitatható vagy megvitatható dolog, hogy dolog-e a tudománynak ilyesfajta változás előidézése, vagy csak a tények feltálalása? Tehát azt hiszem, hogy valószínűleg erről is folytathattál vitákat már a pályafutásod során sokat. Elég sokszor, hogy meddig szabad elmenni, vagy az ember a zászlót is a kezébe veszi, vagy azt lerakja a sarokba, és csak tart egy előadást. Ez nekem az a kérdés, hogy hogyan lehet elkülöníteni a mindenkori pártpolitikát és a tudomány politikus jellegét, vagy politikába ágyazódottságát. Ez a legfontosabb. És mivel én azt gondolom, hogy minden kijelentés eleve nem csak tér és idő koordinátákhoz kötött, hanem mindegyik beágyazódott része, abban az értelemben beágyazódott része egy adott értékrendnek, tehát nincsenek semleges kijelentések. Okay. Nincs olyan, hogy egy szónak ne legyen
valamilyen hálóban jelentése. Viszont nem kérdezek rá, akkor tulajdonképpen a fennállót ezzel már is támogatod. Ha nem kérdezek rá, azt azért teszem, mert gondolhatom azt is, hogy mi most ugyanazt a nyelvet beszéljük. Az most mindegy, hogy egyébként a fennállóhoz képest ez az ugyanaz a nyelv, ez a fennálló nyelve, vagy mi úgy képzeljük, hogy azzal szemben kritikusak vagyunk, de bármelyik pillanatban adódhat olyan helyzet, hogy ráeszmélünk arra, hogy itt már egy kicsit másfelé megyünk, elcsúsztunk, vagy akár saját magam számára is elcsúsztam, azt hittem, hogy azt mondom, de mégsem. Tehát ebben az értelemben meg az, hogy mikor azt mondom, hogy a jelentés az egyezményes, az azt is jelenti, hogy egymást kell mindig oda-vissza jóvá hagynunk, hogy úgy képzeljük el, hogy még ugyanazon a horizonton vagyunk, vagy úgy vesszük észre, hogy a másik elcsúszott, vagy ő úgy szól hozzám, hogy rá kell jöjjek, hogy én akartam valamit, de nem azt sikerült elmondanom. Tehát, hogy ebben a relációs viszonyban elgondolt nyelvhasználatban nem is belőlem jönnek, nem a legnagyobb, ez szokott az ironikus vagy szarkasztikus reményem lenni, hogy a legnagyobb diktátor sem birtokolja szó szerint a nyelvet, tehát nem az ő fejéből pattan ki, nem ő diktálja, a legagyon támogatottabb, lásd a NER propaganda gépezet sem tudja egyoldalúan szó szerint diktálni a jelentést. Az, hogy mikor, hol feslik fel a szövet, és a többféle jelentésháló hogy ütközik össze, azt nem tudom megmondani, az pont emiatt a relációs viszony miatt nem tudom megmondani, de azt át tudom gondolni, hogy merre felé lenne érdemes menni, és feszegetni ezt a hálót, amiben én úgy érzem, hogy bele vagyunk gabajodva, és én nagyon sokszor úgy érzem, hogy megfolyt engem, nem, ezt nem lehet bírni, de tehát és azt is gondolom, hogy lehet, hogy a nyelvhasználat például közvetlenebbül kezdi ki, vagy szükségképpen kérdez bele az államrendbe, a fennálló hatalmi viszonyokba, de bármilyen tudomány képviselője, akármennyire is úgy tűnik, hogy ő nagyon távol van ettől a zajos világtól, és hogy ő valóban közvetlenül nem, de többszörös áttétellel nagyon is része lesz, és előáll az a pillanat, amikor hirtelenül megüti, hogy ő benne van egy rendszerben. Tehát ha másra nem gondolok, csak arra, hogy hogyan változtatja a kormányzat az, hogy milyen tudományos területeket ismer el legitimnek, és miket fog anyagilag támogatni, és milyen pályázatokat, akármilyen klasszul megírod, és egy másik társadalmi térben esetleg azt ott nagyon jó pályázatnak tekintenék, itt meg nem fogadják el, vagy ki az, aki egyszerűen csak feláll, és elkezd egy előadást, és nem azzal kell kezdeni az előadást, hogy egy kicsit önigazolja magát, hogy amit én itt mondok, az egyébként tudományos okfejtés lesz, és létszi, figyeljél rám, és nyisd ki a füled, legyen rá hallásod. Nem biztos, hogy ezt a falat például olyan nagyon könnyű lenne áttörni, vagy hogy milyen tudományterületeknek van sokkal több folyóirata, mennyivel könnyebb ott publikálni, mint egy másikon, de az ostoba kilóra mért impact faktoros előmenetelnél... Egyiknek is másiknak is produkálni kell a meghatározott számú publikációt. Így van, szükségképpen egy egyenlőtlen, egy hierarchikus erőtérben. Ezt nem tudod megkerülni, de azt pontosan tudom persze, hogy a társadalom és bölcsésztudományok sokkal közvetlenebbül vannak átfedésben a pártpolitikai, az állami intézmények nyelvével. Hát mégpedig pontosan a nyelv miatt, ugye azt gondolom, hiszen a kategóriákat, a kifejezéseket végül is ezek a tudományok szolgáltatják, amelyeken végső soron beszélünk a közéletben, amilyen kifejezéseket használunk, és ugye pont ez a most fennálló hatalom
szerintem a legjobb bizonyíték annak, hogy ezek a tudományterületek mennyire fontosak. Ha nem lennének ilyen fontosak, akkor nem fordítanának iszonyú erőfeszítéseket arra, hogy a múltra vonatkozó magyarázatrendszereket, értelmezési kereteket megváltoztassák, hogy a közvetlenül a hétköznapi életviszonyokra vonatkozó kifejezéseket, család, nők, férfiak szerepe, alkotmány, ezeket megváltoztassák. Ugye tehát például pont, ahogy az elején mondtam, gender, tehát néha tényleg ilyen kicsit komikusnak tűnik az egész, de hogy közben meg nagyon komoly célja van, amikor erre való utalás ilyen módon történik, ugye az, hogy ezzel is azt mutatják be, hogy itt vannak a tiszta, megszokott, normális életviszonyok, amit ismerünk, amit belakunk, ami a sajátunk, és akkor jönnek ilyen kiejthetetlen, fura fogalmak, amiknek a nevét se tudjuk jól mondani, a miniszterelnök maga szokott ezzel játszani, hát ő tud angolul, tehát nyilván érti ezeket a kifejezéseket, és mégis úgy csinál, mintha ezeket nem lehetne kimondani, hogy ezzel is mutassa, hogy ezek valami idegen, rajtunk kívül álló dolgok, amiket úgy ide próbálnak csepegtetni, önteni mások, hogy a mi megszokott jó világunkat megváltoztassák. Abszolút. És az minden egyes alkalma gúnyolódás most. Igen. Abszolút. Igen. Tehát az, hogy ha akár tud angolul, akár nem, de amikor azt hallom, tehát nem is tudom, nem is érdekel, de amikor azt hallom, hogy ez egy ilyen, mert ugye nem csak a szavakról van ilyenkor szó, hanem arról is, hogy milyen hangszínnel, milyen ritmusban, és milyen arckifejezéssel, ne adj Isten, milyen testtartásban hangzik el az, hogy gender, akkor az úgy mind együtt, mert ezek ugye ennek a jelentésnek mind egy-egy kis eleme, és ezek így összetevődnek, tehát ezért lesz egészen más valamit szóban hallani, mint írásban olvasni például, mert vannak ilyen egyéb jelentést alakító elemei is, akkor az mindig nyilvánvaló, hogy ez egy lejárató dolog, és abban benne van, de már a 90-es évek óta benne van, mert én csináltam erről kutatást, hogy amikor a rendszerváltozás van, akkor kezd-e a média másként beszélni ezekről a kérdésekről, és ha igen, hogyan? És kezdett? Hogy lejáratódjon leginkább. Az a média kutatóban meg is jelent egyébként. Ja, tehát, hogy akkor is rögtön az volt az első reakció rá, csak ez egy más történelmi pillanat volt, hogy ezt a mi intelligens, okos nőink, lányaink és asszonyaink nem is akarják maguknak, nem akarhatják maguknak ezt az idegen ideológiát, két okból is. Idegen azért, mert azt az Egyesült Államokhoz kötötték akkor, tehát már ott is benne van egy kemény nacionalista jelentés árnyalata annak, hogy ha úgy is mondom, hogy gender, hogy ez egy idegen dolog, mert hangzásában is még idegen, mert nem mondtuk elégszer, de mondjuk a struktúra is pont ugyanilyen idegen szó volt anno, és aztán mégis milyen szépen beépült, és már nem hallom még a hangzásában, a hangkapcsolataiban sem idegen szónak. Tehát, hogy idegen úgy, hogy az Egyesült Államokból érkező ideológia, ahol az egy mekkora túlkapás, ahol annak csak az a dolga, hogy pénzéhes nők kifosszanak jól menő sportolókat, politikusokat, a Mike Tyson ügyet egyből meg is emlegetik. Milyen érdekes, hogy a Donald Trump ugye akkor éppen média figuraként a Mike Tysont védte köröm szakadtáig, és próbálta lejáratni azokat a nőket, akik a szexuális erőszak miatt ugye próbálták őt feljelenteni. Tehát egyrészt így volt idegen, másrészt meg úgy is idegen ideológia volt, hogy mindazok, akiknek elegük volt az előző, nagyon leegyszerűsítve kommunista rendszerből, azok nem akarhatják a nőkérdést és a női emancipációt még egyszer ledugni a torkukon, mert ők pontosan tudják, hogy az milyen kártékony ideológia, és az nekik mennyire rossz volt. És ezt a kettőt együttműködtették. Mm. És elég könnyű volt ezután a 2010-es évektől, vagy egy kicsit már előtte,
ezt egy picit fölmelegíteni, és nem csak, akkor még csak a feminizmus kapcsán hangzik ez el, hanem akkor behozni ide azt a lejáratást, ami mondjuk az északi világban a 90-es évek közepe óta van, és elsősorban a Vatikán értelmezése mentén nem kell ezt tudni, de kerül be a közbeszédbe. Tehát nem feltétlenül tudjuk mindig, hogy a tudományos kifejezések is honnan jönnek, és kezdjük el a politikában használni, vagy bárhol máshol, vagy az újságírásban, teljesen mindegy. De akkor az történik ott is, hogy elkezdjük a gendert behozni, tehát nem a feminizmust tesszük ki, az mit lehet azt tudni, hogy micsoda, meg túl politikai túl erősek a politikai vonatkozásai, így van, és a gendert pedig úgy kezdjük el működtetni, hogy ez tulajdonképpen azért egy én azt mondanám, hogy egy ideológiával telített fogalom, ergo veszélyes, mert az alá akarja ásni ami keresztény értékrendünket, mégpedig kimondatlanul is, de ugyanazt a logikát ismétli, mint a vatikáni szöveg, mégpedig elsősorban a szexualitás mentén. És nagyon érdekes, hogy vagy csak úgy beszélünk róla, hogy mit gondolunk arról, hogy női lét, vagy férfi lét, hogy nőiesség, vagy férfiasság, vagy úgy beszélünk a genderről, hogy szexualitás, és akkor ezen közben még kitüntetettebben, még tovább szűkítve rögtön egy csapásra, azt is leszűkítjük benne, hogy nem csak arról van szó a szexualitás kapcsán, hogy, és nem szeretem használni, mert ez a kitüntetett pozícióból nevezem meg, ha azt mondom, hogy homoszexualitás, mert mit jelent az, hogy azonos. Annyi minden szempontból lehetnénk azonosak, de mindegy. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy akkor egyébként a szaporodás szempontjából, a reprodukció szempontjából valaki heteroszexuális-e vagy nem, hanem azt is belesűrítjük rögtön, hogy az sem olyan magától értetődő, hogy milyen testben élem meg azt, hogy ki vagyok és ki nem, és hogy ha ebből a testiség alapján eldöntött szexusomból kellene, hogy következzen minden más. Tehát igazából azt gondolom, hogy visszamegyünk oda, hogy azt védjük körömszakadtig, hogy a test az csak úgy van, az a társadalmon kívül van, azt a természet vezérli, az egy biológiai ténye. Másfelől meg ugye ezek a... hogy is mondjam, ezt a fönnállót, majd erre mindjárt szeretnék kérdezni, védelmező, ilyen uralkodó ideológia azért, ugye nem csak ezt mondja a testről, hanem azt is mondja, hogy az enyém, abból a szempontból, hogy én mondom meg, hogy mit kezd vele, vagy mi a helyes, amit kezdesz vele. Tehát, azt hiszem, ezt már nem mondja. Ezt már nem mondja? Ez a rend, ez biztos, hogy nem mondja. Tehát ami egyébként is naivitás lenne. Hát mondjuk az abortusz jogról szóló vita, az nem erről szól? Mondjuk igen, ez most egy forró téma az amerikai elnökválasztás. Igen, de például, ha megkérdőjelezi ezt a fennálló rendszer, akkor az pont azt kérdőjelezi meg, már most azt nem, hogy tulajdon-e, amivel nekem alapvetően bajom van, hanem azon vitatkozunk, hogy kinek a tulajdona. Hát igen. Hogy igen, az egyén tulajdona-e, vagy az államgépezet tulajdonos. Így értem ezt a dolgot, igen. Meg néha az a benyomásom, hogy ugye ez, mondjuk ezt Magyarországon látjuk, tehát ami hivatalos ilyen szónoklatokban megjelenik, az voltaképpen egy részben egy, még a társadalmi, ma fönnálló, ha van ilyen, társadalmi konszenzusnál is valami régebbi, vagy sosem volt ilyen Arkádia-szerű, valaha volt ilyen harmóniát igyekszik védelmezni, tehát szerint társadalom történeti ismereteim szerint az a
ugye nagy család, ahol a generációk együtt élnek. Hát Andor Rudolf írt erről, hogy ez már igazából a 18.-19. század fordulóján sem egészen úgy volt, pedig mondjuk ő nem volt egy kimondottan baloldali, liberális tudós, nagyon jelentős tudós volt, de hát egy kifejezetten konzervatív gondolkodású volt, vagy mondjuk az, ahogyan megváltozott a nyugati világban, nem az államszocializmus idején, az első világháború idején, és azt követően az, hogy a nők maguk is kenyérkeresővé váltak, hogy dolgozhatta, szükség volt a munkaerőjükre, dolgoz, és abból egy csomó minden következett, vagy ha már ugye Kafka Margitról volt szó, hogy megjelennek olyan értelmiségi szakmákban, művészetben, ahol korábban maguktól értetődő, majd erről is szeretnék még kérdezni, valamint maguktól értetődő módon férfiak voltak, ezt csak azért mondom, mert hogy tehát ezek a változások nagyon régen lejátszottak, és talán ezek arra is utalnak, hogy amikről itt most beszélgetünk, ez nem ilyen, hogy mondjam, ilyen lila értelmiségi valamicsoda, hanem hogy hát ez milliók, tízmilliók, százmilliók életét érintő nagyon alapvető változások, és ha pusztán a társadalmi nemekkel foglalkozó tudomány egyebet nem tesz, mint hogy erre rákérdez, hogy ez miért is változott meg? Hogyan változott meg? Kinek az előnyére változott meg? Hát azzal már betölt egy nagyon fontos funkciót. Azt gondolom, hogy egy nagyon kellemetlen funkció. Tehát minél autokratikusabb egy állam berendezkedése, annál kellemetlenebb ezeket a kérdéseket föltenni. Tehát az a furcsa paradox helyzet állt elő szerintem, hogy nem véletlenül választotta ki a rendszer ezt a viszonyrendszert egyik nagyon fontos sarkalatos ellenségképző tevékenységi célkeresztjében, nem véletlenül tette oda, de azt is gondolom, hogy és éppen ezért tud vissza is ütni. Tehát abban az értelemben, hogy tud rákérdezni arra, hogy de most tulajdonképpen akkor mitől félünk, mi a baj. És nagyon közvetve látszólag, de nagyon könnyű két lépésből el lehet odáig jutni, hogy és akkor mit kezdünk azzal, hogy és pont azért, mert a Covid alatt iszonyat intenzitással hoztak be olyan törvényeket, aminek semmi köze nem volt a rendkívüli állapothoz, sem az Ukrajnában zajló háborúra való hivatkozás kapcsán sincs semmi köze azoknak a törvényeknek, amelyek középpontjába gendert tettük, de aszerint a logika mentén, amit az előbb levezettem. Ez üt vissza a legnagyobbat, amikor pedofil ügyek kerülnek felszínre, amikor ezekben a pedofil ügyekben közvetve vagy közvetlenül ott van a katolikus egyház is, és ez azért külön kemény, mert ugye a transzok elleni, mert hogy nem tudjuk, hogy fiúk vagyunk-e vagy lányok, ugye amögött ez van, abszolút támadás, az mindig a kereszténység védelmében, az igazi keresztény értékek mentén zajlik, és annál keményebb visszaszólás nincs, és nem is kell nagyon már akkor mit elemezni rajta, hiszen azért veszített szerintem, és keltett háborodást a saját szavazótáborában is. A kegyelmi botrány, és aztán annak most a további folyamányai, mert ugye akkor ott lett egy repedés, és akkor most jön egy csomó minden más. A hivatkozott így van, nem áll meg, pontosan, és főleg akkor kellemetlen ez, hogyha, mert én azt nem vonom kétségben, hogy nagyon sok ember ezt komolyan szeretné venni, de nem tudja. Hogy miért a transzok árán szeretnék komolyan venni, azzal már van problémám, de csak azt akarom mondani, hogy ez tud. Tehát, hogy ezért mondtam azt korábban is, hogy igazából nem tudod kontrollálni, nem a tied, nem a te tulajdonod a nyelv, mint ahogy a test sem, viszont azt gondolom, hogy a tétje annak, amikor az állam azon próbál fogást találni, hogy hogy lehessen az övé a test, abban nem csak az van,
hogy hogy lehessen övé a fogamzás képes női test, abban az is benne van, hogy mit gondolok arról, hogy melyik test az, ami, bocsánatot kérek, de így gondolkodnak róla, tehát muszáj kimondanom, ami hulladék. Tehát az, hogy én eldöntöm, hogy, tehát hogy az enyém a tulajdonlás joga az állami, abban nagyon sok minden más is benne lesz akkor. Most arra gondolsz például, hogy mondjuk van ez a demográfiai keretben értelmezett nő meg családpolitika, de közben ez úgy van beállítva, hogy azért azt szeretné a kormányzat, hogy hát egy része a társadalomnak termel újra magát, a másik része az meg jobb lenne, nem tenné. Ja, abszolút. És legalábbis úgy, tehát úgy vannak beállítva a támogatási rendszerek, hogy nagyon világos, hogy hova megy abszolút, a pozitív üzenet, és hova nem tehát megy semmilyen üzenet. Abban a pillanatban, hogy a gyermeknevelést úgy támogatom, hogy azt jövedelem szinthez kötöm, ráadásul minden olyan többféle paraméter mentén, hogy az gyakorlatilag csak a felső 10% tudja igénybe venni, akkor onnantól kezdve azzal közvetve, de most ugye kikezdtük ezt a logikást, tehát máshonnan közelítve, más elemét nézem meg ennek annak, hogy családpolitika, hogy az mit jelent. Van ennek a most fönnálló kurzusnak Magyarországon? Kérdezem azt, hogy nőképe? Nincs. Nincs koherens nőképe? Több dolgot azért el tudunk volna mondani, szerintem. Oké, amikor azt mondom, hogy nincs... Dolgozz is, szűj is, tehát ilyeneket... Akkor azt akartam mondani, hogy a nő igen? Úgy neveződ, nem nőként neveződik meg. Aha, jó, értem. Hanem anyaként. Potenciális asszony anyaként, aktuális anya, igen, ide abszolút ideálisan férhez ment, heteroszexuális kapcsolatban van természetesen. Tehát egy monogám házasságban neveli a gyerekeit, általunk elképzelt keresztény értékrend szerint. Tehát ez egy nagyon... Tehát azt hinni az ember, hogy ezen már túl vagyunk, de nem, de ez szükségképpen, tehát az a fajta genderellenes propaganda, ami van, az ezt a fajta nőképet hozza létre. Tehát ez lesz az ideális képünk arról, hogy mit jelent nőnek lenni, és nem is nőnek nevezzük meg, hanem elsősorban anyának, de ha megnevezzük, nem nevezzük meg a nőket nőnek, és ez a legszörnyűbb. Tehát nem tudom, hogy most volt az olimpia, az egyszerűen őrület, hogy bemondjuk a következő számot, hogy mit tudom én, női 400 méter, mert olyan nincs, mindegy, olyan női 400 méteres síkfutás, igen, így van, elnézést, és akkor utána elkezdünk beszélni a versenyzőkről úgy, hogy hölgyek. Viszont a férfi 400 méteres síkfutás után, amikor elkezdünk beszélni a férfiakról, ők maradnak férfiak. És ilyenkor mindig meg kell kérdeznem, hogy mi a probléma a nővel? Tehát miért nem elég jó szó az engem megnevezni, ha már meg akarnak valaminek nevezni, hogy nő? Miért kell engem látszólag társadalmi státuszomban, tehát valamilyen osztály szempontú megfontolásból megemelni? Tehát, hogy miért nem vagyok én elég rendben nőként, a férfi meg miért van rendben férfiként? Nem szoktuk azt mondani, hogy a futó urak. Ugye? Hát ez egy vicc. De azt mondani, hogy futó hölgyek, az most már eléggé. Szinte, tehát, hogy már meg se üti a fülünket, mert hogy eljutottunk a rutinba oda, hogy hát most miért nem? És akkor jön az a fajta reakció, amikor én ilyet mondok, hogy neked semmi sem jó. Szóval, hogy ez a tisztelet jele. És akkor azt szoktam mondani, hogy na, ha ez a tisztelet jele, ha ez a tisztelet ezt jelenti, akkor nem kérem a tiszteletet. Hát zárójel, csak ide, ugye ez a miniszterelnöki készcsók probléma is, tehát ugyanaz. Hogy ugye számos politikus nő egyszerűen nem fogadta ezt a gesztust, mert nem annak tekintette. Tehát pont a készfogásban van az egyenrangúság, ugye ebben a kulturális igen. környezetben, ami azt kifejezi, hogy nem egy férfi egy nővel, hanem egy országvezetője egy másik országvezetőjével találkozik. Kevés időnk van,
kérlek, hogy beszélje kicsit a Kafka díjról. Nem tudom, hogy most még ennek a bíráló bizottságában te benne vagy-e, de hogy maga az ötlet honnan jött, hogy kiket díjaztok, és hogy miért Kafka Margit, akit én nagyon szeretek, tehát nem tudom, a Színek és éveket mindenkinek ajánlom, és mást is természetesen, de talán pont amiatt, amiért én elég későn olvastam ezt, tehát hogy tudjuk a nevét, de nem hiszem, hogy nagyon sokan olvassuk. Tehát ahhoz képest ez egy bátor névválasztás is ráadásul. Kívülről lehet bátornak tűnik, de amikor, nem tudom én, irodalmárok, kultúratudósok, de társadalomtudósok között is mozogsz, akkor ott ez sokkal magától értetődött. Tehát, de tudom, hogy mennyire nem része, nem is volt egy kevésbé ideologizált tantervnek sem volt a része, megemlítődött, de nagyon esetleges volt, hogyha azt bárki is bármilyen szinten választotta volna, hogy tanítsad, mert leginkább az nem volt probléma, még a legjobbnak tekintett a gimnáziumi, ami ugye a mi hierarchizált elitoktatásunkban ott a csúcs, sem volt sohasem problematizálva az, hogy mit tanítunk, hogy kiknek a szövegei kerülnek be, és, vagy hogy kik kerülnek publikálásra, hogy kik lesznek a nyugat szerkesztői, vagy a zászlós hajói, ugye ha már az első nemzedékben, ha már Kafkáról beszélünk, hogy ez mennyire ez a fajta kiválogatódás, ez például mennyire tesz társadalmi nemek szempontjából egyenlőtlen különbségtevéseket. Ez nem volt. Anna a Veres András féle tankönyvnek sem volt sohasem probléma felvetése. Szóval nálunk ez nem, de pontosan tudjuk mindannyian, hogy ez így működik. És azoknak a kollégáimnak, akik elsősorban feminista irodalomkritikát folytatnak, ők ezt fölvetik. És nagyon sok tanulmány is abban a folyóiratban, amit mi szerkesztünk a TNTF-ben, abban is ugye nagyon sok ilyen tanulmány jelenik meg. A magyar közegről, magyar nyelven, tehát ez azért egy unikum és ráadásul szabad hozzáférésű is. De visszatérve a díjra, tehát ezt egy irodalmár kollégám javasolta, Kádár Judit jelesül, hogy most már olyan régóta vagyunk együtt, ami azt jelenti, hogy 2005 óta minden évben van egy ilyen konferencia, amit a kutatócsoportunk szervez, így van, most lesz a 19. És főleg azért is szép, mert ezen a tudományterületen a társadalom és bölcsészettudománnyal foglalkozóknak hirdetődik meg, és mindig nyílt felhívásos. Tehát Magyarországon inkább úgy szoktak konferenciát szervezni, hogy szereztünk valahonnan valamilyen pályázaton pénzt. Hát így élünk, igen. Az rendben van, de akkor meg is szervezzük egymás között a programot, és majd amikor készen van a program, akkor körbeküldjük a kész programot, és meghívjuk a potenciálisan érdekelt kutatókat, hogy jöjjenek el, és hallgassanak meg bennünket, jobb esetben vitatkozzunk erről. Na most ez 19 éve tud úgy működni, hogy aki egy adott felhívás, mert mindig problematikák mentén fogalmazódnak meg a felhívások, akinek abban a tárgykörben mondandója van, az jön el előadni, és nagyon sokan, akiknek meg éppen azzal kapcsolatban nincsen, ők meg csak jönnek, mert szeretnek ebben a közegben együtt lenni. És akkor ebben a közegben fogalmazódott meg az 2019-ben, hogy legyen egy Kafka Margit díj, ami azt ismerné el, hogy Magyarországon feminista kutatók viszonylag huzamos ideje fontos dolgokat tesznek. Tehát ez egy életmű díj ebben az értelemben. Nem feltétlenül életkort jelent, de hogy amit megtettél, vagy amit teszel a bármelyik tudományterületen feminista nézőpontból, az elismerést nyerjen. És akkor
Ez egy szimbolikus díj, de a közösség adja, bárki jelölhet minden év május végéig, a kutatócsoport honlapján ott is van a Kafka díj, és ez igazából egy elismerő oklevél, a Kafka Margit portréja, amit a Lilit öröksége feminista női művész közösség hozott létre, aki három tagból áll, és erre írjuk föl aztán mindig a díjazottnak a nevét, és a mindenkori őszi, ami szeptember utolsó hétvégéje, vagy október első hétvégéje, akkor a konferencia előtt adja át a kuratórium elnöke. És a kuratórium elnöke, mivel a mi kutató csoportunk hozta létre, a társadalmi nemek tudománya, a TNT kutatócsoport itt Szegeden az Angol-Amerikai Intézetben. Ezért a kutatócsoport mindenkori elnöke, az elnöke a díjátadó bizottságnak, aki most Kércsi Anna. Amikor létrehoztuk, akkor még én voltam a kutatócsoport vezetője, tehát azért voltam akkor én ennek a vezetője, és fölkérünk rá 6 tagot. Tehát ez egy 7 tagú grémium, aki a beérkezett javaslatok alapján kiválasztja azt, aki megkapja, és a COVID miatt 2020-ban kellett volna átadjuk az elsőt, de abban az évben egyedül nem volt konferencia a COVID miatt, és akkor azt a díjat online szerveztük meg 2021 tavaszán, hogy átadhassuk, és aztán, hogy ne két díj toluljon egymásra 21-be, de még 21-ben sem mertük bevállalni a személyes konferenciát, úgyhogy eddig 4 díjazottunk van, és most október első hétvégén a konferencián fogja megkapni az 5. a díjat, ami ott fog kiderülni mindannyiunk számára. És annak is örülök, hogy 4 különböző területről van a 4 díjazott. Én most még legalább 2 beszélgetést tudnék veled végigvezetni, de most be fogjuk fejezni, de elmondom, az egyiknek a témája biztos, hogy az lenne, hogy egy ilyen közösség, vagy egy konferencia, vagy egy díjkiadás. Igen, szóval, hogy ez nem az első beszélgetés volt, teljesen másról, nem teljesen másról, de azért nem pont erről, de szóval, hogy a demokráciához lyukadunk ki, hogy hogyan működik egy közösség demokratikusabban, mint ahogyan azt talán megszoktuk. Nem annyira hierarchikus, ez biztos. Nem annyira hierarchikusan egész biztos. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Én is nagyon szépen köszönöm. Nézőknek is köszönöm, hogy velünk voltak. Ennyi fért mai adásunkban. Nézzék a Szeged Televíziót, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, nyomják a csengőt, az értesítésekért új tartalmainkról, és kövessenek bennünket a Facebookon is. Legközelebb 2 hét múlva jövök, addig is ne feledjék, volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell egymással.